Akkor a Fidesz itt ünnepelte a győzelmét a Bálna előtti területen, illetve a Bálnába, akkor sajnos nekünk be kellett zárni. Ez az ingatlan nem úgy működik, még a bérbeadói elvárások szerint sem, ahogy ez tervbe volt véve. Hogyha nem lenne egy üzleti lehetőségem, akkor ez már régen becsődölt volna. A bérlő számos műszaki akadállyal, számos műszaki problémával találkozott, beázási problémák jelentkeztek, rezgések, amelyek a már kialakított falfelületeket, bérlő által kialakított falfelületeket károsították, repedések keletkeztek. A bérbeadó ezekkel a munkálatokkal késlekedett, nem lépett. A belső terasz az épületen belüli, de a belső helyiségen kívüli. Gyakorlatilag a lépcsőházban található teraszrészt. Ezt, bár a szerző is világosan leírja, hogy a két helyiségrészt együtt kell bérbeadni, ez igazából a mai napig még csak föl sem merült, hogy ezt a bérbeadó átadja. Itt azt látjuk, hogy le van fedve a boltív, azért mert a vakulat hullik, és sajnos hát egy idő után meguntuk a takarítást, hogy minden nap újra kell takarítani, ezért levédtem egy ilyen jégkénnyel, hogy legalább valahogy kinézzen, meg megakadályozzuk a vakulat hullást. Mai nap folyamán tartjuk az egyéves évfordulónkat, illetve a holnapi nap folyamán, azóta nem történt semmi sem. Jöttek egy porszívóval, és elkezdték porszívozni a falat, de az, hogy hosszabb távon, nekem azt mondták szakemberek, hogy az nem oldja meg ezt a kérdést. Itt vagyunk a Bálna előtt, itt lesz a Fidesz eredményváró ünnepsége. Itt van már Andy Vajna, itt van már Pataki Attila. Az esetek nagy részében maguk a bérlők is a sajtóból értesülnek arról, hogy itt lesz valamiféle rendezvény. Sajnos a választás napján, amikor itt a Fidesz rendezvény volt, tehát akkor a Fidesz itt ünnepelte a győzelmét a Bálna előtti területen, illetve a Bálnába, akkor sajnos nekünk be kellett zárni. Minket nem tájékoztatnak semmiről sem. Most például a filmet forgatnak, két napja szóltak, hogy holnap után később kell kinyitni. Tehát ennyi, akkor azt sem mondták, hogy itt a boltom előtt egy ilyen felfordulás lesz, a lámpák ledobálva, leszerelve, balesetveszélyt okozva. Nyilvánvalóvá vált ez év tavaszára, hogy ez az ingatlan nem úgy működik, még a bérbeadói elvárások szerint sem, ahogy ez tervbe volt véve. Úgy állították be, mintha itt teljes teltház lenne, vagy afelé közelítenénk és jó úton lennénk, és mikor már kinyitottunk, akkor derült ki, hogy a Csarnok és Piacigazgatóság szintje az rendben van, az nagyjából ki volt adva, az összes többi meg sehol se állt a kiadás. Mekkora forgalom, hány ember jön be ide naponta? Hát, azt tudom mondani, hogy még a legrosszabb vállalkozásokat sem közelíti meg. Elenyésző, néha-néha beesik valaki, akkor az körülnéz. Az egy ember bérét sem tudom kitermelni per napra vonatkozóan. Ha nem lenne egy üzleti lehetőségem, akkor ez már régen becsődölt volna. Egyirányú utcában van, az én meglátásom szerint. A bérlő borzasztó komoly, több 10 millió forintban mérhető beruházás eszközölt. Nagyon-nagyon nagy nehézségekkel lehetne csak ebből a szerződésből kiszállni, ez az én meglátásom szerint. Őszintén megmondva, a 200 négyzetméternyi üzletberendezés, azt nem tudom, hogy hova átvinni, tehát egyelőre ezzel nem léptem. Mit én dolgoztam itt egy év alatt, megpróbáltam felépíteni, az teljesen elveszett munkaóra, munkaidő, minden.